Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. A szerelem komplexitásáról szólt a Házasság hete rendezvény sorozat előadása Szekszárdon. Farsangi kézműveskedése a Babits Mihály Kulturális Központban. Kabátos tárlatvezetést tartotta a Vármegyei Múzeum. A régi szokás szerint elégették a kiszebábot az attalaiak. A szeretet komplexitásáról hallhattak előadást az érdeklődők Szekszárdon a házasság hetéhez kapcsolódva. Ezt hazánkban immár 16. alkalommal rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság a család értékeire és fontosságára. A művelődési ház azért van, hogy ide minden felekezet jöjjön, sőt, ki kell jönni a párt rendezvényekből is. Mindenki tudja, sok. És az a civil öntudat, az annyira fontos. Szóval ez jó, hogy most itt vagyunk, és hogy ilyen sokan vagyunk. Piros pont tényleg minden szervezőnek, és mindenkinek, aki itt van, munkanap után, itt vannak, itt vagytok, nagy megtiszteltetés nekem. Ezekkel a gondolatokkal kezdte előadását Pap Miklós, görög katolikus lelkész. A szeretet komplexitásáról tartott előadást, ami a házasság hete 2023 rendezvénysorozat alkalmából várta az érdeklődőket a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. A lelkész vallja, akárhogyan nem leszünk boldogok, maga a cél igényel tőlünk egy bizonyos életstílust. Vannak nagyon szép régi hagyományai az egyháznak is, meg a magyar népnek is, és itt van ez a házasság hete, ez a Szent Bálint nap, Valentin nap, ami egy új hagyománynak tűnik, és lehet, hogy némelyek gicsesen ünneplik meg, de ez egy jó kis hagyománynak tűnik, szóval érdemes fölvenni, és azért bátorkodtam, hogy utazom én messziről is, csak legyenek ilyen szép esték. A téma, amiről szeretnék beszélni, ez a szeretetnek a komplexitása. A szeretet nem egyszerű. Ha egyszerű lenne, akkor nem lenne ennyi nehéz házasság és ennyi válás. A szeretet egy komplex dolog is. És ezt a komplexitást szeretném körüljárni, hogy a szeretetnek van erósz oldala, erotikus oldala, vegyük komolyan a testi gyöngétséget, van intellektuális oldala, vegyük komolyan, hogy a házastársammal legyek barát is, baráti viszonyban is, és van spirituális oldala, agapé oldala is. És ez a három fajta szeretet, az olyan, mint egy három lábú szék, ha bármelyik billen, akkor az egész dől. Úgyhogy a jó házasságban ennek a szeretetnek a komplexitására kell figyelni. Akárcsak az életkornál, egy kapcsolatnál is felvetődik sokakban a kérdés, mi a recept, mitől működhet jól és tarthat egy életen át? A házasság egy misztérium. A férfi nőnek egy csodaszép misztériuma. És nem tudjuk megmondani, hogy melyikünk házassága pontosan miről szól, egy misztérium, és hagyjuk meg misztériumnak. Recepteket, azért tanácsokat tudunk adni, hogy a férfi egy kicsit így működik, a nő egy kicsit így működik, a konfliktus kezelésnek körülbelül ilyen szabályai vannak, hogy hogyan kell szeretni, a szeretet öt nyelve, hogy figyelj oda, hogy a párodnak milyen szeretet esik jól, hogy a sebekből hogyan van gyógyulás, milyen lépcsőfokokkal kell kijönni a mélypontról, a házasság mélypontjairól. Recepteket tudunk adni, és azt is tanácsoljuk, hogy a humán agy olyan, mondják az agykutatók, hogy egymástól tudunk tanulni, egymást tudjuk másolni, hogy tanuljunk egymás házasságából is. És nekem vesszőparipám, hogy az élet minden területén úgy haladunk előbbre, ha az elitet figyeljük, akik jól házasok, jó szakemberek, jól keresztények, jól viszik azt a daganatot, a keresztutat. Tehát akik jól csinálják, azokat érdemes nézni. És a házasság területén is érdemes az elitet sasolni, és kicsit tőlük tanulni. Mindig megkeresnek, kérdések vannak, akár személyesen, akár e-mailben, utána intimebb kérdések mindig vannak. De mi a legjobban szokott esni, hogy jaj, ha én ezt hallottam volna 20 évvel ezelőtt, ha ezt az én férjem is hallotta volna. Tehát azért jók ezek az esték, hogy az okos ember előre okos, nem utólag. Tehát előre, hogy mindegy, 5 éves házas vagyok, 10 éves, 25 éves házas vagyok, hogy mi van nekem még, hogy előre én hogy legyek okos a hátralévő évekre, évtizedekre, és ne utólag. Szóval szeretem az ilyen hozzászólásokat, hogy jaj, de jó lett volna ezt hamarabb hallani, hogy drágáim, azért vagyok itt, azért szervezzük ezeket az alkalmakat, hogy előre legyünk okosak. És bizony, sokan szeretnének előre okosak lenni. A kölcsönös odafigyelés egy fontos dolog lenne, az előrefele visz minden kapcsolatot. Olyan sok mindent fogok mondani, olyan tömény vagyok, mint amikor a feleségem elküld öblítőért, hogy valami töményet, és otthon higítja. Szóval én nagyon tömény leszek, és remélem, hogy itt különböző korú párok lesznek, különböző fázisban, van akik kézenfogva, van akik annyira nem kézenfogva, de hogy különböző fázisban is, ha jönnek,
de tömény leszek, és remélem, hogy kap mindenki egy-egy olyan bekezdést, amiért érdemes végigülni egy ilyen előadást. Nyilván én lelkészként hiszek abban, hogy nem csak annyiról van szó, hogy én okoskodok a saját házasságomból, mint görögkatolikus pap, a saját házasságomból példákat mondok, hanem hiszem azt, hogy itt a Szentlélek vezet mindenkit. És hogy Pap Miklósnak a vetítésein, a dadogásain keresztül azt a gondolatot, azt az előrébb vívő bekezdést meghallja mindenki, amit neki itt meg kell hallania. Velem is el szokott szaladni a ló, belemelegszem, akkor mondom. De hát az élet olyan, hogy egyszer úgy sem lehet mindent, hanem az emberi figyelem körülbelül másfél órát bír figyelni, egy jobb figyelem másfél órát, többet nem érdemes. És akkor Böjte Csaba szokta mondani, hogy az élet olyan, mint amikor tojásrántottát sütünk, hogy kevergetni kell, mert odakozz már. Tehát, hogy most hallunk egy órás ilyen előadást, egy hónap múlva egy másik fajta előadást. Tehát az életünk ilyen, hogy kicsit mindig kevergetni kell azt a házasságot. Kicsit mindig tanulni kell, kicsit mindig meg kell újulni, kicsit nézni másokat, hogy kik hogy csinálják, hogy kicsit kevergetni kell a házasságunkat. Ennél a kevergetésnél pedig az a legfontosabb, hogy mindkét fél egy irányba kevergessen a kanállal. Ha ez valamiért megakad, akkor érdemes sokat beszélgetni, hiszen a megfelelő kommunikáció elengedhetetlen egy jó kapcsolatból. Kézműves programokkal várták a kicsiket és nagyokat a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Sokan jelmezben érkeztek a rendezvényre. Na gyerünk, egy, két, egy, két, há, egy! Föld erdőben a tücsök házasodni készül, ölelgeti a legyet, hívni feleségül. Elvettéletek is légy, a kicsi nem elvódál, hozzám bevétek tücsök, a görbe nem fognál. Többféle kézműves programon vehettek részt azok a gyermekek, akik kilátogattak a Babits Mihály Kulturális Központ farsangjára. Tászba ugrik a majom, megjárja a polkát, híres betyár a baboly, lesül a burkát. Kovács József múzeumpedagógus Varni tanította a gyermekeket az eseményen, elmondta, miért jó a gyermekeket ösztönözni a kézműves tevékenységekre. Fánkot tudnak varni majd. Aki szeret varni, vagy aki szeretne megtanulni varni, az ide jöhet fánkot varni. Két fő része van, és akkor ezt így először rávarják, és utána csokire szedítják, csoki darabkákat, és akkor így fog kinézni majd. Nagyon egyszerű. A Vosinszky-Mór megyei múzeumból jöttünk, és ott van egy ilyen kézműves varrós foglalkozás, varródoboz a neve, ez havonta szokott lenni, mindig az adott hónaphoz kapcsolódóan, tehát egy adott hónapban, hogyha van egy ünnep, akkor ahhoz kapcsolódóan, vagy valami témához kapcsolódóan, és akkor mindig ott szoktuk meghirdetni, és akkor lehet jönni külsősöknek is, be lehet jelentkezni osztályoknak is, iskoláknak is, és akkor most ugye a múzeum zárva van, de meghívtak ide minket, már régóta járunk ide a művelődési házak rendezvényeire, és most is eljöttünk. Farsangi szokásokkal a múzeum a Bőrönbe, utazó múzeum, és akkor iskolákba, óvodákba járunk, és akkor a farsangi szokásokról szoktunk beszélni, és akkor zenével, mesével szoktuk bemutatni az óvisoknak, iskolásoknak. Gödrey Zoltán, a kommunikációs osztályvezető elmondta, több programmal is készülnek a jövőben. Mindig egy nagy öröm a legkisebb korosztálynak programból gondoskodni, a legkisebb korosztálynak programmal kedveskedni, és hát ugye az egyik ilyen aktuális program ez a Farsangi Játszóház. Ezt minden évben lehetőségeink szerint megrendezzük, és hát hál' Istennek nagyon sokan vannak rajta. Sok mindennel készültünk a mai napra, például a gyerekzenekarral, a Csimota zenekarral, akkor a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Mocorgóra csoportja dobta föl itt egy kicsit a csapatot egy ilyen kis interaktív testmozgással, de hát, hogyha körülnéz az ember, akkor látja, hogy van itt aztán mindenféle földi jó. Tehát van meleg teja, kóstoltatunk fánkot, van óriás memóriajáték,
van arcfestés, kézműves foglalkozás, lehet kreatívkodni, van ilyen kis minibabajátszónk, fotófalunk, nagyon menő mesehősökkel és ismert rajzfilm karakterekkel, úgyhogy igazából idén is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a, majdnem azt mondtam, hogy a sok kisgyerek, de a sok kisgyerek mellett a sok kis mesehős, a sok kis pókember, a kis hercegnők és hercegek megtalálják azt a programelemet itt a Farsangi Játszóházon, amely nekik a legjobban tetszik. Úgyhogy tényleg minden gyerekprogramnak megvan az a sajátossága, hogy ugye gyermekeknek készül, ők egy nagyon, nagyon szuper és nagyon speciális és egy nagyon-nagyon hálás közönség, és hát tényleg körül lehet nézni. Színházi produkcióink lesznek, érkezik a Charlie Chaplin például, a Nagyvárosi Fények, az lesz február 27-én, meg hát, hogyha már így el lehet mondani, akkor www.szexáldagora.hu. Egyébként meg gőzelővel készülünk a március elejé egyik legnagyobb programunkra, a nőnapi kavalkádra. Tehát az is egy olyan program, az ugye a hölgyeknek, a fogalmazhatok így, a gyengébbiknek, nemnek egy nőnapra szánt programsorozat, kézműves vásárokkal, termékbemutatókkal, előadásokkal, workshopokkal, érkezik Liptai Klaudia március 8-án, akkor lesz nőnapi bálunk március 4-én, lesz retro diszkónk, szóval megállás nélkül, ha fogalmazhatok így, csináljuk a programokat, és várunk szeretettel mindenkit mindenhova. Tényleg a honlapunkon mindig minden program fönt van, mindent megtalálnak, és nagy szeretettel várjuk közönségünket, hiszen ezeket nekik csináljuk. A Babits Mihály Kulturális Központ hasonló rendezvényekre várja a családokat egész évben. Úgynevezett kabátos tárlatvezetést tartott a Vosinszky-Mór Vármegyei Múzeum. A programnak a Vármegyeháza földszinti kiállítóterme adott otthont, ahol Lovas Csilla főmuzeológus Mattioni Eszter újra felfedezése című időszaki kiállítását mutatta be azoknak, akik jelentkeztek az eseményre. A magas energiaárak következtében, bár zárva tart a Vosinszky-Mór Vármegyei Múzeum, a dolgozók mégis szeretnének kedveskedni a lakosoknak, így ingyenes kabátos tárlatvezetéseket szerveznek. Ezúttal a Vármegyeházába látogathattak el az érdeklődők. Az energiaválság okozta a helyzetben, a múzeum is megtakarításokra kényszerült, és december eleje óta tulajdonképpen zárva vagyunk, csak előre bejelentkezett 10 fő feletti csoportoknak vagyunk nyitva, de szeretnénk életben tartani, hogy a múzeum dolgozik, létezik, ezért a helyi közönségnek azzal kedveskedünk, hogy a kiállításainkban tárlatvezetéseket tartunk, ingyenes tárlatvezetéseket. Most éppen a Vármegyeháza egy időszaki kiállítása, Mattioni Eszter újra felfedezése című időszaki kiállítása került sorra. A Szekszárdon született festőművész 1923-ban végzett az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola grafika szakán. Az alkotót hímes köveiről és festményeiről ismerték. Egy állandó kiállítása is van a kiállító tereinkben. 1981-ben ajándékozta egy életművének egy szép válogatását a városnak. Ebből van az állandó kiállítás, egy pár évvel ezelőtt pedig megismerkedtünk Darányi Istvánnal, Mattioni Eszter egykori munkatársával, aki Mattioni Eszter hímes köveinek elkészítésében segédkezett, és Mattioni Eszter mellett egy gyűjtővé is vált, és az ő magángyűjteménye adja a kiállítás 90%-át, amiben sok olyan érdekesség van, amit még Szekszárdon nem láthatott a nagy közönség. Például a korai, a tanuló évek rajzai, grafikái, festményei, aztán a Párizsi világkiállításra készített nagy, hatalmas méretű kapu köré készített népviseletes festményeknek a vázlata. Ez azért érdekes, mert ezek a festmények nem maradtak fönt, és még sajnos
fényképet sem ismerünk erről a műről, viszont 1937-ben a Párizsi világkiállításon egy arany diplomát kapott ezért Mattioni Eszter. Ami még érdekes és nagyon színpompás és dekoratív, az a csendéletek és a tájképek sora, amiből szintén talán kevesebbet láthatunk az állandó kiállításon. Több kedves témája van, amiről ő igazán ismerté vált, ezek a népviseletes képek, illetve az egyik vonalat a népviseletes képek, az 50-es években számos egyházi és később is számos egyházi megrendelést is teljesített, tehát ez a téma sem áll tőle távol, és amiről igazán ismerté vált ez a hímeskő technika, ez egy 20. századi tulajdonképpen épület díszítő technika, ami különbözik a klasszikus mozaiktól, és ez nagyon ebben vált igazán ismerté Mattioni. Minden életrajzában azt a kedves történetet elmondja, hogy az ő nagymamája Sas Erzsébet, akinek Petőfi Sándor a Négyökrös Szekér című verset írta 1845-ben, és a kiállításon érdekességként itt láthatjuk azt a keresztelő poharat, amivel Mattionit is keresztelték, és viszont eredetileg Sas Erzsébetnek készült, az ő monogramja van benne. Családtörténeti dokumentumokat, képeket, illetve még egy érdekes vonulata van, ugye több fiókos szekrényt elhelyeztünk a kiállításba, ahol dokumentumokat, fényképeket állítottunk ki. A Tolna megyei viseletes, főként a sárközi, illetve siolgárdi viselet, ami az ők festészetében jelentős, az első díját is egy siolgárdi fehér lányok ábrázolásával nyerte el, egy utazási ösztöndíjat Olaszországba, és érdeke, az ő hagyatékában nagyon sok népviseletes kép maradt fönt. Igaz, hogy nem ebből a korszakból, tehát nem az 1930-as, 40-es évekből, inkább későbbi időszakból, amin Tolna megyei népviseletes nőket lehet látni. A siolgárdiak a 60-as évekbeli képen még azonosítani is tudják, hogy kik szerepelnek ezen. Ami természetesen Mattioni Eszternek a munkaeszköze volt, tehát előképként szolgált bizonyos festményekhez. A kabátos tárlatvezetésen tehát a résztvevők megismerhették Mattioni Eszter életét, munkásságát. Tervez még hasonló programokat a Vosinszky-Mor vármegyei múzeum, legközelebb az intézmény főépületében, amikor Ódor János igazgató az Örökségünk című kiállítást mutatja majd be. Elégették a kiszebábot attalán, a babona szerint ez megszabadítja az embereket minden bajtól. A helyiek mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt elérjék. Az éneklés és körtáncolás után a település művelődési házában farsangi fánkkal és forró italokkal látták vendégül a népes télűző sereget. A természet téli álmából való ébredést várják már az attalaiak is. A közösségépítő rendezvény, aminek köszönhetően remélhetőleg egyre többet élvezhetjük majd a napsütést a szürke hideg időszak után, osztatlan sikert aratott már az előző évek folyamán is. Idén is megszervezték. Attalában a tavalyi év folyamán rendeztük meg először ezt a télűző kis programunkat. Azt hiszem, hogy akkor is nagyon-nagyon jó sikerült, nagyon sokan részt vettek. Persze természetesen nagy részben gyermekek jöttek. Most pedig más helyszínre tettük magát a kiszebáb égetést, most a kultúra előtt fogjuk elégetni a kiszebábot, előtte egy kis felvonulással, kis zajkeltő eszközökkel, és most kiegészítettük a programot azzal, hogy táncházat szeretnénk majd utána
a kultúrban végezni. Azt gondolom, hogy az is, annak is nagyon nagy sikere lesz, hiszen a helyi óvodások és az iskolások is régóta tanulnak már népi táncot, és most itt alkalmuk lesz megmutatni, hogy mit tudnak. Illetve a helyi nyugdíjas klub tagjai egy kis fánksütéssel kedveskedtek itt a résztvevőknek, és azoknak, akik érdeklődő szinten eljönnek erre a programra, úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég színes délutánnak nézünk előbe. Hát itt általában én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól lehet programokat szervezni, és elég sokan eljönnek minden egyes programunkra. Én azt gondolom, hogy igénylik az emberek azt, hogy egy kis közösségépítés folyamatosan legyen a településen. Én úgy gondolom, hogy minden hónapban megpróbálunk valamilyen programot szervezni, minél nagyobb korcsoportoknak, tehát gyerekeknek is, fiataloknak is, és hát az idősebb generációnak is szeretnénk majd kedvezni. Úgyhogy az idei programtervünket is úgy állítottuk össze. Programokból tehát nem lesz hiány idén sem Atalában, ha télüző forgatag is színesre sikeredett. A fiatalok közül többen öltöttek állarcot, de a busó jelmez sem maradt otthon, hogy miről szólt a napsütéses, ám de hűvös délután. A kiszabál bégetésről. El kell űzni a telet. És hogy fogjátok elűzni úgy, a telet? Úgy, hogy hangszerekkel el fogjuk űzni. Úgy fogjuk elűzni a telet, hogy kolompulunk, meg kereplő, meg aki dobol, az is elűzi. Ezt azért, hogy a törökök Mohácsra mentek, és csináltak kifordított bundát, meg ilyen maszkokat faragtak, és törökök elijedtek, és elmentek. Meg éjszaka átkeltek a Dunán. A babona szerint a kiszebáb égetése megszabadítja az embereket minden bajtól. A téltemető népszokás igen kedvelt volt a falusi népek körében, Atalán nagy elszántsággal élesztik újra ezt a hagyományt. A lényege, hogy a gyermekek kiszebabát és zajkeltő szerszámokat készítenek, vagy olyan eszközöket hoznak magukkal, amellyel zajossá tehetik a felvonulást. Az óvodától a templom megkerülése után a művelődési ház elé érkeztek, ahol a mágia meggyújtása előtt különböző rigmusok éneklésével igyekeztek messzeűzni a telet. Jöjj be, sodár gömböce, haj, kikisze, haj, jöjj be, sodár gömböce. A seres maris otthon ül, a kiszére bent ütő, ha megszövi, feladja, a kiszére ráadja. A résztvevők minden bújukat, bajukat odaképzelték a lobogó tűzbe, hogy azok is elillanjanak a lángokkal. A kiszebáb elégetése után mindenkinek jól esett a forró tea, a forraltbor és a farsangi időszak nélkülözhetetlen finomsága, a fánk. Az asszonyok 6 kg lisztből készítették el a fánk tésztáját, hogy senki ne maradjon uzsonna nélkül a közösségépítő rendezvényen. Farsangi fánkot sütünk. Már reggel 8 óta itt vagyunk, hála Isten, elkészültünk vele, mire jönnek a gyerekek, meg aki ide szeretne jönni, mint szívesen kínáljuk. Teja, főzzük forraltbort, ez nem egyszerű dolog a fánknak a készítése, már ugye meg kell kalasztani, megvan a hozzávaló adag, hogy mihez liszthez liszt, meg cukor, minden mennyi kell belőle, és akkor ugye, meg ki jól ki kell dagasztani, hogy sima legyen, ne legyen bán az a göbörcák, vagy hogyan mondjam. Akkor utána meg ugye kell kalasztani, akkor kiborítjuk, és akkor nem szabad sodorni, hanem csak kicsit szétnyomkodni, és utána úgy lehet kiszaggatni, aztán mikor akarjuk sütni, forró olajba, mindig a tetejét tesszük alulra, akkor lesz szép szallagos. A művelődési házban a meleg italok és finom falatok mellett kézműves foglalkozás és az általános iskolások meglepetés tánca várt az érdeklődőkre. A régiónként változó szokásokkal megfűszerezett télüző esemény rituális módjának megvan a közösségépítő ereje. Atalában is hisznek abban, hogy ez segít véget vetni a télnek, és hamarosan új tavasz köszönt ránk.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!